Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ahogy láthatjátok, még mindig ugyanúgy nézek ki, mint az előző adventi kalendáriumos videóban. Tényleg most a lehető legtöbbet végig pörgetek. És ebben a videóban az Yves Rocher-nak az idei naptárát fogjuk kibontani Lunával együtt, ugye, Husi? Hozzam neked ide a pokrócodat? Miért itt a pokrócod, tessék? Hello, Odin, te is ide jössz hozzánk, igen? Egy ilyen kis csoportos unboxing lesz, Te gyönyörű, szép király kisasszony. Na, közben még volt egy telefonhívás, és Luna itt mellettem szopizza a pokrócot, szóval... Íme az idei Yves Rocher adventi kalendárium, ami szerintem idén is gyönyörű szép. És idén, ha jól láttam, jelenleg 45 euróba kerül, mikor én láttam az oldalon, akkor még csak 40 euró volt, és mivel volt kuponkódom, meg nem tudom mi, ezért én konkrétan 28 euróért rendeltem ezt a naptárat, ami szerintem egy baromi jó ár. Kihajtogatom ezeket a kis ajtókat, amiknek a segítségével szerintem fel lehet állítani mondjuk egy komódra, így néz ki belül, szóval idén is nagyon-nagyon pirinyók a dobozkák. Tavaly úgy rémlik, hogy egyáltalán nem tetszett a naptár, és rengeteg ilyen kis miniatűr dolog volt benne. Remélem idén ez nem így lesz, főleg, hogy szerintem drágább is, mint tavaly. Tavaly szerintem 40 volt. Na mindegy, nem is húzom tovább. A dizájnról elmondtam, hogy szerintem gyönyörű szép. Nem túl fix, szóval látjátok, kicsit mozgatom. Kicsit így mozgatom, és a dobozok már ide-oda mászkálnak. Szóval nem a legkvalitatívabb naptár a világon, de gyönyörű szép. Szóval, első nap. Amúgy így néz ki a doboz. Első nap egy kamillás habzó maszk van benne. Második nap valami nehéz van, talán egy körömlak. Nem, hanem egy hajtonik, talán egy ilyen ecetes haj ápoló, amitől elvileg szép fényes lesz a hajad. Ez azt hiszem tavaly is benne volt, nem teszteltem le végül, de kíváncsi vagyok, hogy tényleg szép fényes lesz tőle az ember haja. Folytassuk a hármassal, mert igazából mi mással folytatnám, hogyha nem a következővel. Ez is egy nehezebb dobozka. Ebben pedig egy testápoló van, egy ilyen kicsi méretű, hamamos, argánolajas és rózsás hamam testápoló 50 ml-es kiszerelésben. Azt hiszem ez is volt tavaly. A negyedik napon egy 2-1-ben smink eltávolító van. Most azt hittem hirtelen, hogy a kedvencem, de nem, mert az enyém az két fázisú az Yves Rocher-tól, ez pedig csak egy ilyen normál. De sminkeltávolítóra szerintem mindig szükség van, szóval ez egy tök jó dolog, hogy ilyen is van benne. Az ötödik napon megint egy ilyen 50 ml-es termék van, ez pedig, mi ez magyarul, besédigt, na, strapált hajra egy sampon. Hatodik dobozka Mikulás nap. Remélem, hogy egy rúzs van benne, vagy valami szép dolog. Egy rúzs van benne, méghozzá az 56-os Rouge Vertige Satin. Az most az árnyalat? Nem, Satin. Az 56 Satin. Az az árnyalat neve. Egy eléggé ilyen nőcis piros szín. Kicsit túl extrém piros, de mindenképp letesztelném, mert nagyon szép. A hetedik napon, szerintem megint egy ilyen 50 ml-es valami lesz, így van, és ez pedig az Orange Fondant, szóval Melting Orange Shower Gel, na mondjuk ezt most meg kell szagolnom. Szaloncukor, zselés szaloncukor illata van, és ezt tippelek, hogy ez az idei karácsonyi kiszerelés, vagy hát kollekció. A nyolcadik napon valami pici van,
Ez pedig egy parfüm próba, a Celle d'Azur, és szerintem tavaly is az volt benne. Egy ilyen kellemes, friss illat, de nekem ez túl neutrális. És hány milliliter ez? 4. Szóval ez tényleg egy picike parfüm, mint amíg csak nem is egy ilyen 10 milliliteres, mint mondjuk a Douglas adventi naptárban. Hát remélem, hogy nem lesz benne sok próba. A 9. napon a Pure Algu, gondolom alga, mi ez? Ez egy ultra friss, tisztító zselé. Normál és vegyes bőrre. Egy 30 milliliteres termék. Ez szerintem egy egész elfogadható méret. Nem mondanám próbának, mert szerintem ez teljesen használható. A 10. napon, itt van közvetlen mellette, ó, ez valami új, ezt még nem ismerem. Gommás Botanical Body Scrub. 100% Botanical Seeds. Ezt meg is szagolom most. Nagyon-nagyon jó illata van. Azt hittem, hogy ilyen brutál fűszeres növény illata lesz, de nem. Nagyon kellemes. Egy 30 ml-es kiszerelés, szóval ez egy radír. A 11-es. Na, ebben ez egy picike próba van, ez 7 ml, ez pedig egy Elixir Botanic Repairing Anti-Pollution Care. Szóval ez egy nappali arckrém, ami úgymond gyógyítja a bőrt. Térre tök jó, de eléggé picike kiszerelés. A 12. napon a Gourmet Blackberry, szóval ez is egy ilyen kis karácsonyi kollekciós tusfürdő van benne. Wow, brutálisan tényleg ilyen bogyó illata van, de nagyon kellemes, egyáltalán nem mű bogyó illat. Csak azt néztem épp, hogy mivel játszik a kutya. A 13-as. Ez pedig egy körömlak a gingembre rouge, talán. Nagyon-nagyon szép, én nem használok körömlakot, de meg kell hagyni, hogy nagyon-nagyon szép ez a szín. A 14. napon egy botanikus balzsam van, ez egy hajban, hát hogy a hajadra kened, és benne lehet hagyni, ezt nem kell utána kimosni, és száraz és sérült hajra van. Á, ezt a szót kerestem az előbb, sérült. A 15. napon ismét egy tusfürdő van, ez pedig megint ez az argánolajas, rózsás, hamam illat család. A 16. napon pedig egy picurka fekete szemceruza van. A 17. nap pedig egy ajakrúzs, és ez is valamilyen új termék, mert még nem láttam ezt a lila verziót, és alig lehet elolvasni, mi van rajta. Gourmet Blackberry, mondjuk a színéből következtettem, hogy valami bogyós, de ez elvileg ugyanolyan bogyós illatú, mint itt valamelyik nap a tusfürdő. A 18-asban valami nagyobb dolog van. Ez pedig egy kalendulás, organikus, regeneráló balzsam maszk. A kalendula tippelek, hogy körömvirág, de nem vagyok benne biztos. De mivel narancsárga, ezért szerintem az. A 19. napon ismét egy ilyen picurka termék van sajnos, 7 ml-es, ez pedig egy éjszakai ápoló arckrém. Ha jól számoltam, akkor eddig talán 3 próba volt, ez volt azt hiszem a 3. Nézzük, hogy a 20. napon mi van. Itt a 4. próbánk, ugyanis ez a Plein Soleil parfümnek. Alig érzek valamit. Szóval a parfümnek a, hát a mintája. Egy 4 ml-es próba. A 21. napon... ez nagyon-nagyon aranyos tégely, ez is biztos valami idei karácsonyi kiadás. Ez pedig egy Extraordinary Shea
Repair Body Lotion, szóval egy shea vajas, hát ilyen regeneráló, vagy hát ilyen bőr. Mit csinálsz ott benn, Bella? Gyere onnan ki, jó? Nem megyünk oda hátra. Szóval ez egy testápoló. Kezdődik a játék, igen? Jó, szuper, játszatok. Játszatok csak. Ja igen, mert amúgy már három kutyánk van. Jó van. Mi volt ez? 22. napon egy Repair, kettő az egyben a balzsam maszk van. Most nem tudom, hogy ez hajra. Igen, samponozás előtt kell használni, az van ráírva, szóval valószínűleg hajra van. A 23-as. Ebben is egy nagyon-nagyon szép karácsonyi termék van, ez is a Melting Orange illatú termék, és ez pedig egy kézkrém. És elérkeztünk a 24. naphoz, na ekkor, mi lesz benne? Jaj, de szép! Intense Metamorphose, az a ráírva, és ez egy szempillaspirál, ami volument, host és hát ilyen kanyart, göndörséget ad a szempillának. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szép a tégeje. Hát ennyi lett volna ez a gyönyörű szép adventi naptár. Nem emlékszem, hogy tavaly mi volt a problémám vele, de tudom, hogy nem tetszett. És lehet, hogy full ugyanaz, de idén ez most egész oké, szerintem. Egyértelműen, mivel Yves Rocher, ezért nem várhatunk el olyan nagyon nagy termékpalettát, vagy hogy mondjam. Lehetett volna benne egy kicsit több smink szerintem, szóval igazán be lehetett volna tenni akár még egy szájfényt, meg esetleg egy ilyen pici ilyen szemhéjpuder, ilyen kis quattro palettát. Vagy valami kiegészítőt még esetleg, egy ilyen blush, pirosító ecsetet, vagy valamit, mert ez itt túlságosan tusfürdő, oké, testápoló, akkor most itt van egy valami, akkor megint tusfürdő, de nem volt rossz. Na nem tudom, hol tartottam, mert megint volt egy telefonhívásom, szóval nyugodtan írjátok meg a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszett, szerintem nagyon szép, tartalmát tekintve olyan oké, nem egy drága kalendárium, főleg, hogyha épp van nálad egy néhány százalékos kuponkód, és akkor még olcsóban sikerül megrendelned. Erre adok mondjuk erre 2 pontot adok, mert a NYX-es, hát nem tudjátok mit, ez is legyen 2,2. A NYX-esre is annyit adtam, és nagyjából ugyanannyira tetszik, mert ott az nem tetszett, hogy nagyon sok egyforma volt. Itt meg az tetszik, hogy, vagy az nem tetszik, hogy oké, hogy kicsit változatosabb azért, de minden kicsit olyan egyhangú volt nekem. Szóval rengeteg ilyen 50 ml-es cucc, hogyha valami illatosított dologról volt szó, akkor hamam, vagy narancsos, vagy blueberry-s. Szóval itt sem volt nagy választék. Úgymond, írjátok meg a véleményeteket kommentbe, és hogyha látnátok még hasonló tartalmat a következő adventi naptáros videókat, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok meg a csengőt. Én Szani voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!